Mosolyogva töltöttek meg ma egy adománygyűjtő dobozt a kecskeméti sportiskolai növendékei Kecskemét főterén. A szervezet idén jelentős részt vállal a Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akcióban, ajándékokkal és önkéntesekkel is támogatják azt. Tollak, ceruzák, festékek és füzetek ugyanúgy részét képezik a segélycsomagoknak, mint táskák. Az egymásra figyelés, az egymással törődés az örömöt is okozhat számunkra. Ezért is használtuk ezt az elnevezést, ezt a varázstáska akciót. Vannak családok, ahol tartós a szegénység, és olyanok is, ahol csak átmeneti a baj. Mégis mindenkinek megfelelő segítséget kell nyújtani, ehhez pedig szükséges az érzékenyítés. Ezen a téren jelentős fejlődés érezhető Kecskeméten, hangsúlyozta Szemereiné Pataki Klaudia, részben utalva arra, hogy egyre több civil szervezet is csatlakozik a gyűjtőakcióhoz, amelyet idén is a polgármester kezdeményezett. A Csakpont, az Egyszülős Családok Egyesülete, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, az Együtt a Kecskeméti Családokért Közhasznú Egyesület, a Trend a Lelke és a Kecskeméti Sportiskola is csatlakozott a gyűjtéshez. Már második alkalommal fogunk egy ilyen jótékonysági tanszergyűjtés mellé állni, és idén komplett tanszerlistákat fogunk megvásárolni, és ezzel próbáljuk segíteni a kecskeméti családok helyzetét. Emellett többen jelezték már a vállalkozó nők közül, hogy ők nagyon szívesen lesznek a varázstáska program követei. 6 helyszínen fognak a követek önkénteskedni, segítőkezekre még mindig szükség van, hiszen 5 nagyáruház is az akció mellé állt, így sok helyszínre kell segítő. Teljesen más metodikával és egy új módszertannal próbáljuk megszervezni a gyűjtést most ezen a nyáron. Közel 300 családnak szeretnénk segíteni. A programmal vette kezdetét, és egészen augusztus 25-éig várják a felajánlásokat Kecskemét bevásárló központjaiban és nagyáruházaiban. Aki bizonytalan abban, mit is lenne érdemes vásárolni, külön pénzadományt is küldhet, a pontos részleteket pedig keressék fel a híres.hu internetes hírportálunkat.